Szekszárdon megtakarítási praktikák után érdeklődtünk. Az idősebb korosztálynak a spórolás nem újdonság. Azokban az időkben, amikor Magyarországon 50 fillér volt egy gombócfagyi, ritkán nyalták a jeges desszertet, vagy ettek édességet, mondta el nekünk a szálkai hölgy, mert félre kellett tenniük. Ahogy csak tudunk, úgy spórolunk. Muszáj. Kis nyugdíjasok vagyunk, és muszáj megfogni. Muszáj megfogni. Én meg beteg is vagyok, most fizettem ki éppen majdnem 60 ezer forintot a gyógyszeremi, azt meg kell vennem, ha az ennivalóm bizonyos. Úgy csináljuk, hogy összesporuljuk a kis pénzünket, veszünk disznót, és akkor van kaja. És akkor nem a boltba megyek húsé, hanem otthon van a húsom a hűtőládában. Kérdésünkre válaszadóink többsége nyilászáró cserével és szigetelése indult neki ennek a télnek. Mi igazából most szigeteltettük a házunkat, ami nagyon hasznos volt, mert hogy most nem kell olyan magasra tekerni a gázt, illetve mi vegyesen is fűtünk, tehát nekünk van fa tüzelésű is, úgyhogy azzal is egy kicsit tudunk spórolni, és nem fogyasztunk annyi gázt, illetve mindenhol lekapcsoljuk a villanyt, ez ilyen mániánká vált most már a családban, hogy ahol nem vagyunk, ott mindenképpen lekapcsoljuk, és ha nem muszáj, akkor nem kapcsoljuk fel, illetve egy csomó égőt kitekertünk, ahol nem kell, ott csak egyet használunk, úgyhogy ezzel próbálunk spórolni. Nyugdíjasként nehéz spórolni ünnepek idején, ahol nagy a család. Ha sokat lehet spórolni valamin, akkor a étkezésen. A magyar ember úgy van vele, hogy a hasán lehet a legtöbbet spórolni, mert az kívül nem látszik. Az öltözéken nem igen lehet spórolni. Habár én 76 éves vagyok, én már erre nem vagyok. Tehát már nem akarok magamnak új téli kabátot, meg egyebeket vásárolni. A másik, hogy vannak időszakok, amikor hiába tervezem be a spórolást, nem tudok spórolni. Itt van például a december, 8 unokám van. Sokan arra törekednek, hogy minél kevesebb energiafogyasztót használjanak. Tizócsere és nyilászárókat is cseréltük, fűtéssel is spórolunk, ahol csak lehet. Hát igazából meg az ételen. Vannak, akik szerint egészséges életmóddal hatékonyabban átvészelhető a takarékoskodás. Én úgy gondolom, hogy az egészséges határokat meg kell tartani, és hogyha az ember előre gondolkodik, ezek a praktikák az, hogy az ember beszigeteli a házat, hogy többféle fűtési módszerrel fűt, klímával is akár szellőztet, de azt is egy minimális ideig, és a megfelelő étkezés is nagyon fontos, és amellett meg úgy gondolom, hogy az egészséghez hozzátartozik a mozgás is. Tehát, hogyha az ember eljár mozogni, és akkor egészségesen él, a vérkeringése is egészségesebb, és már is más a hőérzete. A fiatal generációban megkérdezettek havi költségvetést írnak, és fontossági sorrendet készítenek kiadásaikról. Nem járunk bulizni, ilyesmi. Mindig. Arra törekszünk, hogy először a megfelelő, meg a szükséges dolgokat fizessük be, a számlákat, ilyesmi, és akkor utána abból, ami marad, abból félretesszük, ami kell, és akkor ugye későbbi célokra törekszünk ezáltal. Az, hogy hatékonyan tudjunk takarékoskodni a mindennapokban, fontos egyfajta tudatosság és előrelátás. Nehéz időkből származó mondásunk, sok kicsi sokra megy, megfontolandó gondolat.